Felbojdult az ország, felrobbant a Facebook és a YouTube, Magyar Péter nevével minden médiatartalom csúcsokat dönt. A pékségben, a műkörmösnél, a kutyaóviban, a fodrásznál az emberek azt találgatják, hogy mi fog történni, mi lesz a következő váratlan fordulat. Hát ilyen izgalomban a trónok harca alatt nem volt a Reddit, Bobby Ewing feltámadását nem kísérte ekkora érzelmi hullámvasút. Ugye Magyar azzal csöppent a közéletbe, hogy megmenti a felesége becsületét, a végén meg lehet, hogy börtönbe juttatja. Koronatanúként érkezett, most már miniszterelnöki ambíciói vannak. Hát, hogyha tartja a tempót, akkor Judit asszony Azerbajdzsánba emigrál, a himnuszt meg átírja, Isten áld meg a... Ups. Magyar Péter egy Rorschach-teszt. Mindenki azt lát bele, amit akar. Vagy amit bír. Vagy amitől nagyon fél. Ő a mindent elsöprő, éneklő, zászlót lengető, a polipot szívendöfő messiás. És ő a sértett, neres cégvezető, aki 2 hónapja még Tiborztól kapta a fizuját, és akinek a szuperhőse nem Batman, nem Kinizsimen, és nem is Toldimen, hanem... Ha egy létező szuperhős lehetnék, kinek a bőrébe bújnál bele? Hú, most erre azt akartam mondani, hogy Orbán Viktor, de várjál, ezt még kell gondolni. Újra családi ebédek, sok éves barátságok fulladnak veszekedésbe a Magyar Péter verte hullámok miatt. Hasad az ellenzék, de eközben tagadhatatlan, hogy tömegek állnak mögötte. Mindig elsőnek üt, és nem hagyja magát megfélemlíteni, nagyobb golyókat villant, mint Csoki Ice. És ő valós esély arra, hogy a Fidesz szavazókhoz eljusson a kellemetlen igazság, hogy még a bolgárokkal vívott uniós roncsderbin is vesztésre állunk. Magyar Péter rockstar lett a Facebookon. Mellette Orbán is csak egy mulatós király. A bunyós vityú. Hát Endre bácsi kegyelme óta, mintha megtört volna a sötét mágia. 14 éve mindent leural a hazugsággyár, de most valahogy nem működik. Hát én nem hittem, hogy előbb áll földbe a zombi képző agymosás, mint a közoktatás, de most nagy bajban van a felcsúti óz. A narancssárga úton végre nem csak a szív és fogak nélküli MSZP-s oroszlán menetel a pénztár felé, a rozsdás DK-s bádog emberrel és a kissé korlátolt momentumos madárijesztővel, hanem minthogyha az út mozdult volna meg. A föld dübörög. Föltámadott a bulvár, a politika, a konteók hada, és a tornádó neve Magyar Péter. Hogy mi marad utána, az kiszámíthatatlan. Lehet, hogy holnapra megnyugszik a közvélemény, de most már másfél hónapja háborog. Mert továbbra sem tudjuk, hogy miért és kitől kapott kegyelmet K. Endre. Az is egy nyugtalanító rejtély, hogy miért nevezik családbarátnak, nemzetinek és kereszténynek a Vámpír Galerit. Miért nincs bilincsben az ügyészségi iratok Houdinije, Rogán Antal, és miért kínlódik a magyar gazdaság, miközben Szijjártó Péter úgy viselkedik, mintha a Kipcsak portákról a Kelet kincseit hordaná haza, és nem túlárazott kamulélegeztetőgépeket meg vendégmunkások százezreit. Nem akarunk bevándorlást Magyarországon, nem akarunk tömegesen vendégmunkásokat Magyarországon. Nem tudom, észrevetted-e, hogy elindult az új lejárató kampány. Tele a város, megvették őket kilóra plakátokkal. Máskor hetekig bosszankodnánk és röhögnénk azon, hogy a legendás punk együttes a Dead Kennedys énekese fotelfasisztának nevezte a magyar kormányt, ami átszerkesztette a lemez borítójukat. Természetesen nem kértek engedélyt a felhasználáshoz, mert nem csak a közalkalmazottaknak nem szeretnek fizetni, de most senkit nem érdekel ez a blődli. Az a státusza, mint a kutyaszarnak. Tartozéka az utcának, és igyekszünk nem belelépni. És hogy valami nagyon kimerült, hát mi sem jelzi jobban, mint az, hogy Orbán Viktor március 15-én bejelentett Foglaljuk el Brüsszelt programja, hát csekélyebb érdeklődést és lelkesedést váltott ki, mint amikor Kalázsoki Kornél csömöri burkoló azt üvöltötte részegen a kocsmában, hogy piros-fehér-zöld az adu, lesz még Moszkva magyar falu! Ahogy azzal sem tudott tematizálni a miniszterelnök, hogy pár nappal a brüsszeli hadjárat megindítása után Makón megtagadta teljes életművét. A magyar közéletben nem szokás a másik oldalhoz tartozó politikusról elismerően beszélni. Én nem tartom ezt jó dolognak. Ó, jaj, egy hippi Hitler.
Egy názáreti Sztálin. Egy csúnya, gonosz bácsik elrontják a közéletet, néz oda. És a Vogue Genghis Khan így folytatta. Ha beszélnénk, talán még az is kiderülne, hogy nem a másik oldalhoz tartozunk, sőt, az is kiderülhetne, hogy nincsenek is oldalak, mert végső soron csak magyarok vannak. Jaj, hát ilyen nagy a baj. Már mi lipsik is magyarok vagyunk. Mégsem hazaáruló, sorosista, diplomás kommunista, aberrált, háborúpárti, idegen szívű, CIA és gyermekátoperáló, gyermekmegrontó, gyermekveszélyeztető, gyermekgyűlölő magzatgyilkosok. Buzik, pedofil simogatók, ostoba, aljas gazemberek, akiket Bayer Zsolt egy szanaxmentes napon a nagypapi bakancsában rugdosna nyomorékkel. Hát köszönjük szépen, miniszterelnök úr! És elismerően beszélni az álomgyilkos, kígyóválló, luttalpas, Brüsszelben hazátáruló gyurcsányista ellenzékről. A doktor Megafon szeretne kedves szavakat suttogni Donát Anna fülébe. Méltatni Karácsony Gergely alkalmasságát. Megsimizni Gyurcsány buksiját. Hát, hogyha azon múlna a hatalma, ez a csávó habozás nélkül operáltatná magát nővé, csatolná a Tiszántúlt Romániához, vagy dobná Hajdú Péter elé Varga Juditot. A közbeszerzéseken és a Gucci boltokon kívül eddig sem volt trendi fideszesnek lenni, de most éppen kifejezetten ciki. Jelzésértékű, hogy Trócsányi László egykori igazságügyi miniszter visszautasította, hogy az Alkotmánybíróság tagja legyen. Hát nyilván úgy érzi, hogy egy hosszú és sikeres jogászkarrier végén nem terhelné tovább a lelki ismeretét azzal, hogy alkotmánybíróként pusztítja azt, ami a jogállamból még megmaradt. Ahogy az is példanélküli, hogy Bencsik Bubu András nyilvánosan ment neki Rákai Filip 6 milliárdos pénztemetőjének, a világ legunalmasabb moziának. Ami egy gátlástalanabbul túlárazott parasztvakítás, mint kaszatibi csirkepaprikás ízű proteinsékje. A Demokrata főszerkesztője szerint a most vagy soha minden vonatkozásában rossz lett. Hát Kakálmán Fülöp nem késett a válasszal, és mindjárt Júdáshoz hasonlította Bencsiket. A júdásozás adja a párhuzamot, hogy ő a producer Krisztus, akire felfeszítettek 6 milliárd forintot, amennyiből Andy Vajna 4-5 ilyen kaliberű filmet forgatott volna. Hát recseg-ropog a rendszer, Münchhausen báró sztrókot kapott. Az megvan, hogy amikor Magyar Péter feltűnt, Gulyás kancellária miniszter, az egykori jó barát eltűnt. Állítólag megműtötték a gerincét. Vagy simán lehet, hogy Rogán Antal vallatta egy falka kínai titkos rendőrrel a Karmelita pincéjében, hogy mit fecsegett el magyarnak. Minden esetre a hangfelvétel nyilvánosságra kerülése után újra aktivizálták Gulyást, aki bejelentette, hogy a manipulált nyomozati anyagok, az igazságügyi miniszter vallomása nem több, mint egy kipukkadt lufi. Az elmúlt hetek politikai álmokfutását a mai nap fényében röviden úgy fogalhatjuk össze, sok hűhó semmiért. Kipukkadt a lufi. Egy megfélemlített feleséggel folytatott családi vitának semmi köze a közélethez. Hüm-hüm. Néztem ezt a videót Magyarország kormányának hivatalos Facebook oldalán, és arra gondoltam, hogy basszus, hát Észak-Koreában adnak ki ilyen nyilatkozatokat ezzel a testbeszéddel egy fehér remeszelt fal előtt amerikai turisták pár hónapnyi átnevelő tábor után. És hát azt mondja szegény Payne Harold Gulyás, hogy a családi vitának semmi köze a közélethez. Hát ne basszál, Geri! Mondtad ezt valakinek a Karmelitában? Hát ahhoz képest, hogy ennek a családi vitának nincs köze a közélethez, még Hajdú Pétert is mozgósították. Mr. Boomerangtól hitelességet remélni nagyjából annyira kétségbe esett lépés, mint amikor a Führer 13 éves gyerekeket küldött a frontra. Hajdú Péter bevetése azt jelenti, hogy hiába van rengeteg újságjuk, meg tévéjük, meg rádiójuk, újságírójuk, értelmiségük és hitelességük nincsen hozzá. Hát így került Varga Judit a pokol Hajdú Péteredik bugyrába. Az már önmagában is bántalmazás, hogyha valakinek a traumáiról és a férje kiugrásáról a szoci júdással kell beszélnie, de hogyha ez nem lenne elég, ezt az asszonyt saját bevallásuk szerint nem védték meg, amikor a férje bántotta.
Bayer Zsolt azt állítja, hogy már 10 éve tudja ő, meg a párt, és valószínűleg akkor a titkos szolgálat is, hogy miképpen bánt a feleségével és Magyarország igazságügyi miniszterével Magyar Péter. Válaszul kinevezték a Diákhitel Központ élére. Hát miért ne bíznánk rá sok 10 000 ember sorsát, nem igaz? Hát szegény nőnek nincsen jó szériája. A pedofil botrányt is vele próbálták elvitetni, most meg országvilág előtt arra használják, hogy kicsinálják az exférjét, és se Varga Judit maradék méltósága, se a bántalmazott nőknek okozott kár nem számít. A Rogán művek nagyjából 10 évvel rugdosta vissza az áldozatvédelem ügyét azzal, hogy propagandabulvárt csináltak a családon belüli erőszakból. Az meg végképp nyugtalanító, hogyha mindezt meg lehet Varga Judit asszonnyal csinálni, akkor mi az, amit nem tett meg némán és engedelmesen miniszterként? Az pedig végképp nyugtalanító, hogy milyen emberekkel tölti fel a pozíciókat a nemzetvezető. Láthatóan nem az autonómia a szervező elv. A Megafon is hiába forgatja a szemeit, Bohár Dániel hiába készíti az infantilis telefonbetyárkodásait. Csak azt szeretném kérdezni, hogy önnek belefér a kapcsolati erőszak? Önöknél belefér a kapcsolati erőszak? Ön tud támogatni egy olyan embert, aki kapcsolati erőszakot hajtott végre? Már megtanultuk, hogy hazudnak reggel, délben, meg este. Hogy semmit nem számít nekik az igazság, a korrektség, a tényszerűség, csak a politikai ellenfél elpusztítása. Varga Judit olyan mennyiségű gúnyt, olyan mennyiségű gyalázkodást kapott az interjú után, hogy én megsajnáltam. Egy pillanatra. Aztán már azt a tamási nőt sajnáltam, aki hiába kért távoltartási végzést a frissen szabaduló bántalmazó férjével szemben, nem kapott. A múlt héten a férje meggyilkolta. Ahogy az a bántalmazott nő sem kapott segítséget, akinek tavaly februárban nyomta ki mindkét szemét a férfi, aki korábban rendszeresen bántalmazta. Hogyha átlag embereket bántanak, akkor nem telefonbetyárkodnak a propagandisták. Ha Magyar Péter hűséges marad a rendszerhez, nincs Hajdú Péter videó, nincs számon kérés. A családon belüli erőszak csak akkor számít a NER-ben, hogyha a politikai ellenfelet lehet lejáratni vele. Különben minden a legnagyobb rendben. És ennek a minden rendben mondatnak a plakátarca volt Varga Judit. Érdemes megnézni ezt a képet a kormányról, amiben nincs nő, ami éppen csatába küldi a kormány szóvivő asszonyt a főpolgármesteri posztért. Hát erre tartják a nőket. Virágálványnak és boksáknak.